Éppen francia órán ülnek a tanulók az Apácaiban. Az intézményben 30 éves múltja van a nyelv oktatásának. Az elmúlt években pedig az országos versenyeken is a legjobbak között szerepeltek az itt tanuló diákok. Ennek is köszönhető, hogy új képzési kínálattal bővíti az intézményi palettáját a Nyíregyházi Tankerületi Központ. A 2020-2021-es tanévtől a Nyíregyházi Apácai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában francia-magyar két tannyelvű oktatásra jelentkezhetnek majd a leendő elsős diákok. Alapfokon, tehát általános iskolában francia-magyar két tannyelvű oktatás nincs máshol tudomásunk szerint az országban egyelőre még. Középfokon igen, de alapfokon nem. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a térségnek, városunknak szüksége van olyan intézményre, ahol a diákok elsajátíthatják a franciát. Az angol mellett a francia nyelv értéke kimagasló a mai világban. Az intézmény célja, hogy a diákok még alapfokú oktatás alatt nyelvvizsgát szerezzenek. Egy elsős életében mi lesz az újdonság? Azon kívül, hogy játékosan tanul meg franciául, ez 8-szor teheti meg hetente. Ez azt jelenti, hogy 5 francia nyelvórája lesz végig a 8 évfolyam alatt, és 3 órát általában a készségtárgyakat, ezt még közben meg fogjuk beszélni a fenntartóval, pedig bemutatva az ország történelmét, hagyományait, felkészül 8 év alatt. Mi azt gondoljuk, hogy a jó nyelvérzékkel rendelkező tanulók 6. évfolyamra középfokú nyelvvizsgát tehetnek, a kiválóak pedig felsőfokút. Nemrég a francia nagykövet is itt járt az Apácaiban. Az intézmény vezető elmondása szerint ő is támogatta az iskola két tannyelvű oktatását. A 2020-as tanévtől pedig a francia intézet nyelvi lektort is biztosít majd a nyíregyházi apácainak.